Újabb közel 100 illegális bevándorló érkezik Olaszországba az Ocean Viking hajón, közölte az Orvosok Határok Nélkül Nemzetközi Segélyszervezet. Az olasz kormány bejelentette, hogy engedélyezi a hajó kikötését, amennyiben a fedélzeten tartózkodó 82 migránst szétosztják az EU tagállamok között. Az Egyesült Nemzetek menekültügyi főbiztosának szóvivője felszólította a nemzetközi közösséget, biztosítsanak több lehetőséget a líbiai menekültek letelepedésére. Reméljük, hogy folytatni tudjuk életmentő programunkat, mondta Paula Barrachina. Az Ocean Viking előbb 50, majd további 34 szemét vett fel fedélzetére a líbiai partoktól, mintegy 100 kilométerre, mielőtt egy terhes anyát és férjet helikopterrel Máltára szállították. A mostani az első alkalom, hogy az olasz kormány azelőtt kezdené meg menekültek szétosztását, hogy az őket szállító hajó az olasz partokra érkezett volna.